Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit, vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztésért is felelős alelnöke, tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel köszöntöm, hogy itt van kedves néző. Nos, hát át kell, hogy tekintsük az idei esztendőt, hiszen a növénytermesztésről az elmúlt adásban már beszéltünk, de óhatatlanul is szakmai szempontból is kapcsolódik nyilván a növénytermesztés állapota az állattenyésztéshez, és az a sok minden, ami történt velünk az idei esztendőben. És egy kicsit meg kell, hogy idézzem az elmúlt egyetemi napokat ugye az állattenyésztés szakmai találkozóján, ahol számtalan olyan érv, illetve olyan előadás hangzott el, amely meghatározta, hogy az idén a baromfi, a sertés és a szarvasmarha tenyésztés, illetve a teljes ágazat történéseit miként lehet majd optimálisra fordítani, hiszen valljuk meg, az állattenyésztés sem kímélte az idei év, ez a hektikus év. És hát nyilván az aktuális sertésegészségügyi helyzetről is kell, hogy röviden beszéljünk. No, hát nagyon fontos kérdés, hogy állunk most, mert hogy azért a szarvasmarha tenyésztés és a tejtermelés azt hiszem, hogy meghatározó mindannyiunk számára. Teljes mértékben meghatározó, és amit a növénytermesztésben el tudtunk mondani, hogy az átvételi árak dinamikus emelkedése, még ha dinamikája, ugye, ahogy említettük, nem is éri el a input anyagok áremelkedését, de valamit hoz, addig az állattenyésztésben sajnos ez egyelőre messze nem igaz. Tehát az input áremelkedések, takarmány áremelkedés, ezt tudjuk különféle premixek és vitaminok tekintetében már tavalyi évben intenzíven megkezdődtek, az idei évben csak folytatódtak, és majdnem, hogy idézőjelben a végletekig elszabadultak. Tehát a jövedelmezőségi viszonyok azáltal, hogy az átvételi árak pedig vagy csökkennek, vagy éppen stagnálnak, de semmiképpen nem emelkednek, ez rendkívül nehéz helyzetbe hozta a magyar állattenyésztést. És ha most elkezdünk végig menni az ágazatokon, akkor ezt folyamatába tapasztalni fogjuk, annak ellenére, hogy mind több kormányzati törekvés van rá, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara messze menőkig ezt a törekvést nem csak támogatja, hanem együtt él vele, és kéri is a kormányzatot, hogy az állattenyésztésben azokat az eredményeket, amik az elmúlt években születtek, többek közt ugye az állatlétszámok gyarapodása, a minőségi paraméterek javulása, ezt meg kell őrizni. Nem szabad, hogy állatok, tenyészállatok vágóhídra kerüljenek, és a termelők nagy tömege hagyja abba a termelést. A tejtermelésre rátérve igazából most éppen olyan nulla körül, ha vannak a tejtermelők, de ahogy elkezdődik ezeknek a takarmányoknak és a magasabb takarmányáraknak a begyűrűzése 15-20 forinttal lesz magasabb az önköltség pillanatok alatt. Tehát nap mint nap minden liter tejjel veszteséget fognak termelni. Tudjuk, hogy volt már ilyen időszak azért az Európai Unióban és Magyarországon is, akkor is kormányzati segítséggel lehetett ezt valamilyen módon áthidalni. Tehát gondolhatjuk, hogy megint jönnek a kényszervágások, hiszen a gazda nem tudja kigazdálkodni értelemszerűen. Hát jönnének a kényszervágások, hogyha nem lesz olyan átfogó megoldás és segítség a kormányzat részére, amire azért van törekvés, és ezeket mindjárt említeni is fogom, hogy a gazda át tudja vészelni ezt a nehéz időszakot. Annak idején is úgy lehetett ezt megoldani, hogy Európa legnagyobb támogatását kapta a gazda annak idején, a tejválság idején, ami hát egy 4-5 évvel ezelőtt volt, és akkor is
túlélték, és tömegesebb állatkivágások nélkül, holott az Európai Unióba tömegesen vágták le akkor az állatokat. Tehát meg kell őriznünk az állattenyésztésben nehezen, de az elmúlt időszakban kialakult növekvő tendenciát. Ez most nagyon-nagyon nehéz lesz az állattenyésztők számára is, és hát természetesen a kormányzat számára is. Miért? Hiszen azt kell elérni, hogy az az állami támogatás, és itt nem a hihetetlenül nagy beruházási lehetőségekről beszélek csupán, hanem a konkrét támogatásokról, majd jövedelempótló támogatásokról, bizony a gazdánál maradjanak. A termékpálya további elemei és lépcsőibe ne zsebeljék ki a gazdát. Hiszen azt azért láthatjuk, hogy abban a pillanatban, ha bármilyen támogatás a gazda felé megjelenik, az input anyagot forgalmazók beárazzák. Hát legyen ez gép, támogatás, azonnal teljesen idézőjelben váratlanul elkezdenek a gépárak emelkedni. Ezt megnézhetjük az elmúlt évtizedekben, és tapasztalhatjuk, hogy így van. Így van, természetesen, hát mindenki azt mondja, hogy ez nem igaz, meg külső begyűrűzés. Igen, van olyan is benne, de azért van benne egy nagyfokú számítás arra a pénzre, amit a gazda kap, de hát nyilvánvaló más megosztozkodni szeretne belőle. És amikor azt mondom a tejtermelésben, hogy mivel több, most már lassan több, mint egy évtizede, de lassan kettő is lesz, nyilvánvaló EU-s csatlakozást figyelembe véve, hogy tej átvételi árában nyers, tej átvételi áráról beszélek, dobogós helyezettek vagyunk hátulról folyamatosan az Európai Unióba. Akkor azt kell mondani, hogy a tejtermelésünk versenyképes. Nyilván. Hiszen másképp ezt nem tudnánk évtizedig tartani. És hogyha megnézzük a nyerességet a tejtermelésbe, hát akkor az igencsak huncutum, kevés forinttal, sokszor filérrel kacsint a termelőre. Ez viszont azt jelenti, hogy a tej átvételi ára más országokban sokkal magasabb. És itt bizony meg kell vizsgálni a termékpálya vonatkozásába a feldolgozó iparunk az, amelyik kevésbé versenyképes, és ott nyelődik el ez a bizonyos nem termelőnek adott pénz, vagy pedig a kiskereskedelmi multinacionális áruházláncokba veszik el. És ezért mondom már, én is közel egy évtizede, hogy a multinacionális áruházláncokba legyen társadalmi igényünk arra, hogy az első termelőtől vagy feldolgozótól átvett átvételi ár legyen kifüggesztve. Lássuk azt, hogy mi az az árrés, ami valamilyen módon, természetesen költségekkel együtt, ott marad az áruház. Előbb-utóbb ezzel szembesülni kell mindenképpen, hiszen ezt tapasztaljuk, és tényleg 10 esztendeje erről beszélünk. Ugyanakkor mit tud tenni az állam, mit tud tenni az agrártárca ennek érdekében? Azt tudjuk, hogy most már a tejet azért védik, tehát születtek olyan törvények, amelyek védik a tejet, odafigyelünk rá. Tehát a vásárló, de a vásárló azzal gazdálkodhat, amennyi a zsebében van értelemszerűen, és amit megvásárolhat a boltban. Az állam a következőket tudja tenni, és a különféle tenyésztőszervezetek ezt jelezték is. Egyrészt folytatni kell az NHP-t más megnevezéssel, tehát olyan hitelkonstrukció kialakításával, ahol kamattámogatott vagy kamat nélküli forgóeszköz hitelt kap a gazda ennek a nagyon nehéz időszaknak a átvészelésére. Minden olyan támogatás, ami megadható és előbbre hozható, azt előbbre kell hozni, hogy a gazda ki tudja fizetni a számláit és meg tudja őrizni az állatlétszámát. Természetesen figyelembe kell venni, hogy az állatjóléti támogatások, amik pluszban még adhatók, azt az állattenyésztés tekintetében
szinte minden állatfaj vonatkozásában meg kell valósítani, és oda kell adni. Ezen kívül a piacvédelmi intézkedéseket radikálisan meg kell tenni, tehát az a özönáru, ami akár sertéshús vonatkozásában is különösen beáramlik az országba, a nyomon követhetőségét, a minőségét a nébiknek nagyon keményen ellenőrizni kell, és bizony minden olyan árut, aminek a nyomon követhetősége és megbízhatósága megkérdőjeleződik, az könyörtelenül vissza kell fordítani, vagy meg kell semmisíteni, nem lehet lerakóhely Magyarország e tekintetbe, és nem tarthatjuk meg azt a ebéli szerepünket, vélt vagy valós szerepünket, hogy ide mindenféle hústerméket be lehet hozni. És ha már az Európai Uniónak a megváltozhatatlan elveiről beszélek, akkor azért nézzük meg, hogy hogyan alkalmazkodik az Unió erre az ugyancsak nem magyar jelenségre, ugye az ASP-ből fogadó exportkorlátozások tekintetében. Németországban a Réváruház lánc, amelyiknek magyar tagjai is vannak többek közt a Penny Market, egyértelműen kijelentette, hogy az elkövetkező évben 95%-ig kizárólag német sertéshús fog a pultjaira tenni. A Németországba született, felnevelt, stb. Tehát négy szempont van. És akkor én megkérdezem, mennyit korholtak bennünket az Unióból, ha bármilyen módon a magyar terméket elkezdtük volna védeni, hogy unióellenes, hogy az áruk szabad mozgását messzemenőkig korlátozza. 95% nem korlátozza? Igen. Hol halljuk az Európai Uniós felháborodást erre? Mit tudunk tenni? Azonnali válaszokat próbálunk erre adni. És a kamara nem véletlenül kezdeményezte azt, hogy reméljük, és a minisztérium természetesen mellette volt, és hát teljes mértékben azonos véleményen vagyunk e tekintetben, hogy remélhetőleg ez úgy értendő, hogy Magyarországon is a Penny Market 95%-ban kizárólag magyar sertéshúst fog forgalmazni. Mert ez akkor így logikus. Igen. És hát a Penny Market nem jelentkezett be, de az Aldi ezt megtette. És már az Aldiba magyar sertéshús fog az elkövetkező időben szerepelni, nem is 95, hanem 100%-ba, és ez egy nagyon fontos lépés. Tehát az azonnali reakcióknak a megbeszélése, tárgyalásos útján való megvalósítása a legfontosabb feladat az érdekegyeztetés során. És hát akkor itt van még egy csomó áruházlánc, amelyik jelenleg még nem reagált erre a felhívásra és kérésre, bizony itt is el kell érnünk eredményeket. Tehát amikor van egy rendkívüli eset és esemény az állattenyésztés vonatkozásában, nem csak európai vonatkozásában, hanem ennek is vannak átnyúló karjai a világkereskedelem tekintetében, akkor erre adott válaszokban ott kell a toppon lennünk, hogy bizony Magyarország és a magyar termelők megvédésre kerüljenek. És ha már itt a kukorica rendkívüli áremeléséről is beszélünk, elkezdődtek a gondolkodások a tekintetben, hogy ezt a kukorica alapú takarmányozásunkat hogy lehet majd átszedálni más növényféleségre, hiszen ez is kérdés. Igen, hát a termelői önköltség folyamatosan nő, azt tudjuk, hiszen az energiaválság, az energiaárak emelése szintén ezt vetíti előre. Viszont ezt mennyiben segíti a kormány intézkedése, például a mostani, hogy 107 ezer termelő 73 milliárd forint terület alapú támogatást kap? Gondolok itt elsősorban, akik nem egy lábon állnak, hanem ugye a kettősség az megvan. Illetve, hogy a közös agrárpolitika második pillérének forrásfelhasználásáról is sok szó esik. Ez segíti az állattenyésztést, vagy ezt újra kell tanulni, el kell fogadni, hogy más elvek mentén kell az állattenyésztést folytatni ezentúl? Kettős a válaszom. Egyik, hogy egy
teljesen új kreatív gondolkodás szükséges az állattenyésztés jövőbeli fejlesztése tekintetében, és itt a fejlesztési pénzek célszerű felhasználása a közeljövőnek a legfontosabb feladata, a digitalizációval, a terméseredmények folyamatos javításával együtt, tehát a költségek csökkentésével megfelelve természetesen különféle zöld lobbiknak és hát a teremtett környezetünk megóvásának a igényéhez, és bizonyos állatjóléti szempontok megvalósításának is törekszünk a megfelelésnek. Viszont egyértelmű kell, hogy legyen, hogy az elkövetkező időben az állattenyésztés belső mutatóit sertés vonatkozásában is javítani kell, hiszen amíg Dániában 33 darab malac születik egy évbe, egy koca után azért nálunk még mindig csak 27. Amíg Spanyolországban közel hasonló a egy kocára jutó átlag, mint Magyarországon, addig ott viszont egy kocára egy évbe 1140 kilogramm körül használnak föl ugye különféle tápokat, addig Magyarországon 1340, tehát 200 kilóval többet használunk föl egy évbe egy kocára. Most nem akarok minden mutatón végigmenni, tehát itt nagyon fontosak a fejlesztések. Azok, hogy a fejlesztésekbe beinvestált pénz, amit a gazdák nagy része megkapott, és támogatási igényt is terjesztett elő, pályázott, azoknak az értékállóságát kell megőrizni, tehát igenis az iszonyatos építőipari áremelkedés, energiaáremelkedés is be kell számolni. Tehát ott meg kell találni a módját az uniós pénzek növelésére, hiszen ebből az összegből, amit elnyertek, nem fogják tudni ezt a beruházásokat és változtatásokat megvalósítani. Viszont meg kell valósítanunk ezeket a fejlesztéseket, hiszen így lehet a jövőbe megőrizni a versenyképességünket. Tehát ez az egyik része, ez a jövő. A jelen pedig az, hogy minden egyes olyan támogatási módot, amivel a gazdát életben lehet tartani, a mezőgazdaságban lehet tartani, az állattenyésztésben lehet tartani, azt pedig oda kell neki adni. Oda kell neki adni, mert nem szabad megengednünk a tömeges állatkivágásokat. És ez vonatkozik arra, végig megyünk rajta, hogy tojástermelésen. Tojástermelésen ma tojásonként 5-6 forint mínusz van minden egyes tojáson. És ha azt mondom, hogy 27,5 forint körül van az átvételi ára a tojásnak már a csomagoló után, akkor nézzük meg, hogy a boltokban mennyi a tojására. És tényleg egyszer szakítsunk rá időt, hogy mi az a plusz hozzáadott érték a szállításon kívül, meg a polcra való kirakáson kívül, ahol dobozban van természetesen, amit hozzáadnak. Amit hozzáadnak ehhez a 27,5 forintos átlagos árhoz. És ha azt akarjuk, hogy az élelmiszer ellátásunk stabil legyen, a nemzeti önállóságunk az élelmiszerbe és az állattenyésztésben megmaradjon, akkor bizony fontos, hogy a gazdánál pénz maradjon a megtermelt értéke vonatkozásába, ami sajnos állattenyésztés tekintetében jelenleg sem a sertésnél, sem a tojásnál, a baromfi ágazat többi szereplőjét most nem említve, de ott sem nagyon marad meg, tehát sajnos vesztességeknek a sorát élik meg az állattenyésztők. Amiben még egyszer mondom, a kormányzat és a különféle érdekképviselőszerek fogják a gazdák kezét, de ezt még hatékonyabban kell megtenni, hogy ahogy említettem, ne beárazásra kerüljön bármiféle odaadott pénz és támogatás, hanem át kell gondolni a termékpálya egészét, ahogy ön is említette, és bizony egy másfajta állattenyésztési, támogatási
struktúrába is gondolkodni kell, ahol ott marad az állattenyésztőnél. Érthetjük ez alatt azt is, hogy adott esetben a keresleti piac felé kell elmozdulnunk, és itt nem arra gondolok, hogy akkor dobjuk sutba a tradícióinkat. Kettős a dolog, ugyancsak, hiszen álságos azért a kereskedelemnek a gondolkodása. Egyrészt behozza a ketreces tartásnak az elvetését, például a boronfinál, azt, amelyik EU-konform, mert gyakorlatilag 8-9 évvel ezelőtt minden magyar baromfi termesztő és tojástermelő lecserélte a ketreceket. Ma ezeket is ki kell dobni, holott 20-25 évig lehetne majd használni. Tehát az, amikor az állatjólétről beszél az egyik oldalon, ez a verbalitás, amikor társadalmi igényt hangoztat, addig a másik oldalon pedig folyamatosan nyomja a termelőt az intenzifikáció felé, a nem adok többet, még kevesebb legyen. Hát soha nem mondhatjuk ki, mikor találkoztunk olyan állattenyésztővel, aki nem szeretne boldogabb jószágot látni az óljaiba, de nem fizeti meg senki. Tehát amíg a másik oldalról az van, hogy még hatékonyabb legyen, még többet bocsássák ki, még jobban optimalizálda a termelést, és a szlogenekben az van, hogy mindenféle állatkínzásokat végzünk időzőjelbe, és addig ezt összhangba kell hozni. Tehát én megértem az állatvédőket, amikor befekszenek egy ketrezbe, és ott mutogatják magukat, hogy milyen rossz lehet az állatnak egy ketrezbe, bár erről az állatot kellene ilyen értemben megkérdezni, mert én azért felvetem a kérdést, hogy ha mélyalmos tartáson lenne pár napig, akkor vajon a fényképen nagy mosolygós arcokat mutatna? Tehát ezeket helyére kell tenni. Természetesen az állatjólétnek és a boldog állat kérdésének messze menőkig támogatói vagyunk. Csak nem szeretjük az álságot, hogy egyik oldalról mindent rányomunk az állattenyésztőre, kikiáltjuk a világ környezeti anomáliájának a megalkotóiért, UHG-gázhatások, állatkínzónak nevezzük bizonyos értelembe, de közben ebbe kényszerítjük bele. Tehát az állattenyésztő és a magyar állattenyésztő zöld gondolkodással bír. Szereti az állatot. Meg akarja őrizni nem csak a termőföldjét, hanem az állattenyésztését is az unokáinak. De világosan, egyértelműen kell erről beszélni az egész termékpálya vonatkozásába. És a magyar állattenyésztő akkor lesz a legboldogabb, ha boldog állatot tud normális áron, jó minőségbe, mindenkor nyomon követhetően a magyar fogyasztó asztalára tenni. És ennél fontosabb nincs. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt hiszem, ezt a beszélgetést napestig folytathatnánk, sajnos a műsoridő lejárt. Ugyanakkor én bízom benne, hogy a következő időszakban azért sikerül rendet tenni, bár azt hiszem, hogy ehhez nagyon sok munka szükséges. Köszönöm nagyon szépen. Sok, és köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfot látták. Jelen esetben most az állattenyésztés került szóba. Legközelebb folytatjuk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.